Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai darma beszéden. Mondjuk el a Tiszta Univerzum mantráját hétszer kezdetben. O Szépen. Az ember az egyik legérdekesebb jelenség a Földön. Úgy tűnik, hogy a természet összes többi tagja, legyen az növény, állat, rovar és egyéb, megtalálja az útját különösebb belső kételkedés nélkül. Az ember nem ilyen. Megköszönöm Reni kitűnő bevezetőjét, mert nagyon-nagyon rövid képekben, de megmutatta, hogy mi vezette ide a 90 napos elvonulásra és hogy utána egy kicsit hogy alakult az élete. Kérdezhetnéd, hogy most, ezen a hétvégén, a kétszer egy napos elvonuláson, ugyan miért emlegetjük a 90 napost? Egyszerűen azért, mert ugyanabból az anyagból van összegyúrva, és hogyha jól csinálod, ugyanolyan intenzív. Ezt az intenzitást, ezt azért kell belül elérni, hogy tiszta tudattal és összeszedett energiával meghaladjuk azt a karmát, ami fáj, ami szenvedtet, és amitől szenvedünk. Buddha Sákjamun idejében nyári elvonulásaik voltak a szerzeteseknek, és akkor szerzetesnöknek. A monszun idején nem utaztak, hanem a kis kutikban, a kunyhókban ott voltak, nem túl távol és nem túl közel egymáshoz, és napjában egyszer együtt étkeztek, ez volt a déli ebéd, amit megosztottak közösen, és egyébként mindenki gyakorolt. Kínában, Pajcsang Zenmester korában a buddhizmus már annyira népszerűvé vált, annyi templom szerzetes és szerzetes nő lett, hogy a téli elvonulás is szükségessé vált. Ugye négy évszakos országról beszélünk, tradicionális Kína, és akkor a téli három hónapos is bejött. Ez az a hagyomány, amit mi is gyakorlunk itt, hogy a téli három hónap tele alatt egy kicsit megújulunk. Aztán évközben rövidebb időre ismét találkozunk, hétvégék, tíz nap, és most még rövidebb, egy nap. Kicsit olyan, mint a borkóstolás. Nem szabadulhattál még be a pincébe, nem verhette csapra az összes hordót, és még meg sem tanultad a szőlő termesztését. A zen annyiban más, mint az igényeket látszólag gyorsan kielégítő irányzatok, hogy megtanít szőlőt ültetni. Szőlőt nevelni, védeni, betakarítani, borrá érlelni, és másoknak felajánlani. A fogyasztóibb szemléletű változatok ezt nem tanítják, és ezzel a szellemi autonómiád marad rejtve. Ott marad a felszín alatt. Lehet, hogy eljutsz egy olyan üzletbe, ahol egy jó üveg bort tudsz venni, de nem tanítanak meg szőlőt ültetni. Nem tanítják meg, hogy bizony ezt te is megtermelheted. Te is letisztulhatsz önerőből, de közös erőfeszítéssel. Az ilyen rövid bemerítkezések, mint a hétvégi gyakorlat, pontosan ezt az előzetes tapasztalás szolgálják. Kinek van tehát kérdése, ami a gyakorlatról, a hozzáfűződő életvezetésről és egyéb problémákról szólhat? Nekem a kérdésem arra irányulna, a gondolatok eredetére. Tehát amikor meditáltunk, illetve a hétköznapokban is, ugye csak úgy cikáznak az ember fejébe a gondolatok, tehát akár egy másodperc, öt másodperc, jön az újabb, jön az újabb, meg se válaszoltuk, de cikk cak. Tehát jön a következő. Tehát ezek a gondolatok honnan erednek, tehát honnan jönnek, tehát ezek igazából, amikor kicsik vagyunk még, akkor, akkor nincsenek, tehát ez idővel jön. Tehát a leginkább a kérdésem, hogy honnan erednek a gondolatok. emlékszel -e arra, amit öt perccel ezelőtt gondoltál? Nem. Hová tűntek azok a gondolatok? Elúszott. Hova? Ez egy jó kérdés. Tova. Ahonnan jött? Ügyes vagy. Azt már kiderítettük, hogy ahonnan jöttek, oda mentek tovább. Mi ez? Egy körforgás. Ha Az... körforgás, akkor még gondolkodsz. A gondolat előtti és a gondolat utáni azonos vagy különböző? Azonos. Különböző sárkány fejed van és kígyó farkad, mondaná erre a hagyományos darma küzdelem. Honnan jöttek a gondolatok? Hová tűntek el a gondolatok? Honnan származtak ezek a gondolatok? Azért vagyunk itt, hogy a nem tudhatót tapasztaljuk. Ez az eredeti tudatunk tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és nem csak a gondolataink, minden jelenség ebből származik, és ide is tér vissza. Ez nem abstrakció. Ez az önvalónk. Ez az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, gondolkodik az elméddel, és aztán nem gondolkodik. Érez a szíveddel, aztán az érzelmek is elcsitulnak. És a meditáció az, hogy tapasztaljuk ezt az eredeti, Keletkezéstől és megszűnéstől mentes állapotot. Amikor ez megvan, akkor látjuk a karmánk relatív természetét, teremtett mi voltát, és ekkor kezdünk úr elleni rajta. Előtte nem. Előtte teljesen kitölti a tudatunkat éppen az, ami történik. Nem tudtunk egy lépést hátra tenni, és nem láttuk azt, hogy bizony el lehet zárni a csapot. Nem kell mindig folyni a víznek. Amikor szükséges, megengeded, amikor elégséges, elzárod. Ez nem tűnik soknak. De mégis ebben van minden jelenség fölötti uralom kulcsa. Ha a saját gondolataidat, érzelmeidet uralod, előbb-utóbb a beszédedet és a cselekedetedet is. Ebben az uralomban van a kulcs, hogy emberi, emberhez méltó életet éljünk, és ne csak a karmánkat kövessük, mint kutya a csontocskát. Honnan jöttek a gondolatok? Hová tűntek a gondolatok? Tapasztald ezt a nem tudhatót, és akkor teljesen a tiéd autonóm, világos módon, hogy látszólag a semmiből jönnek, és látszólag a semmibe tűnnek el. De a semmiből nem keletkezhet valami. A valami nem tűnhet el csak úgy a semmiben átalakul valami valamivé, ami még nem gondolat, de a gondolat eredete. Átalakul valami valamivé, ami a gondolatnak a vége, de nem az enyészete. Ebből a nem tudhatóból származik minden, és ide tér vissza minden. Ez az a teremtő, amelynek nincsen semmilyen fogható, érzékszervi aspektusa, nem gondolható ki, mert ez gondolkodik, nem érezhető, mert ez az, ami érez, nem látható, mert ez az, ami lát, és a többi. A zennek nagyon-nagyon kevés gondolatba, szóba fogható alapvetése van. Az ennél nem az a feladat, hogy te egy újabb elméletet gondolják, és egy újabb zseniális kommentárral örvendeztest meg a hallgatóságot. Az ellenkezője a szükséges, hogy lefosszuk mindazt a sok-sok téves nézetet, amit ráraktunk a világra, és ráraktunk egymásra, és akkor kezdünk el tisztán látni, amikor ezek a téves nézetek, projekciók, duális szűrők nincsenek. Akkor tényleg hallod, hogy cidipel a tücsök. Tényleg látod, hogy az ég kék, és fehér felhők úsznak rajta. Az ember azért érdekes lény, mert egymás véleményeit elképesztően komolyan vesszük nem látjuk, hogy ezek az elme által teremtett rétegek. Amikor az ómnám mantrát mondtuk, akkor a tücsök ugyanígy cilipelt, és a madarak ugyanígy csicseregtek. Miután abba hagytuk, ugyanez folytatódott változatlanul. A természetnek nincs véleménye. A természet működik. Hiperintelligens de nem személyes alapon működik. Ha a természet személyes alapon működne, már rég nem lennénk itt a Földön. Az ember tehát a saját egyéni tudatával azzal, hogy kimondta azt, hogy én valójában nem tud mit kezdeni. Pedig a tudatosodásunknak egy elkerülhetetlen fázisa az, hogy kimondtuk azt, hogy én, mi, te, ő és a többi, és ezáltal elkezdtünk tudatosabbak lenni, és megkülönböztetni magunkat a környezettől és egymástól. A kérdés az, hogy ez a megkülönböztetés átmegye ítéletalkotásba, vagy sem, vagy elgyengül, és nem látja meg, hogy az egyik arc kerek, a másik egy kicsit hosszúkásabb. Az egyik ember fehérbe van öltözve, a másik pirosba, a harmadik kékbe, a negyedik zöldbe. A megkülönböztető tudatosság nélkül nem lennénk emberek, de hogyha ezt engedjük ítéletalkotássá abszolút érvényű nézetekkel föllépő tudattá változni, akkor rengeteg szenvedést tapasztalunk. Nézd meg, hogy mikor válik a relatív, világos nézet abszolút értékű, dogmatikus ítéletalkotássá. Mikor van az, hogy más nézőpontot nem tudsz elfogadni? mikor van az, hogy a te véleményed egyedül az igaz. És ekkor van egy olyan váltás, amikor világos, hogy ebből szenvedés lesz. Világos, hogy a tudat tere leszűkül, de már nem látod. Már csak tapasztalod. És amikor ide belépsz, valami gyönyörű motivációtól hajtva, ez az egész leáll. Tényleg tapasztalod azt, hogy a gondolatok elülnek, elcsendesednek néha pedig teljes gázon fönt égnek. Ha ura vagy ezeknek a jelenségeknek, ura vagy az életednek is. Ura vagy a konfliktusaidnak is. Nézd meg azt, hogy mikor beszéltél túl az egyik forró helyzetet, vagy mikor maradtál kínosan néma, amikor beszélned kellett volna. Cselekedtél, mikor nem kellett volna, és teljesen lefagytál, amikor egy mozdulattal megoldhattad volna gondolat, érzelem, szó és tett. Annyira fontosak, hogy minden nap háromszor leborulunk az ezeket reprezentáló magas magasrendű tudati minőségek előtt. A valókítés vara, van szál, az érzelmekért felel, és benned együttérzésé nemesíthet mindenféle érzelmet. Nézd meg látsz olyan kultúrákat, amelyek nagyon érzelmesek, sőt szenvedélyesek, de nincs bennük együttérzés. Manjushri, Munsu gondolat. Ha jól csinálod, bölcsesség lesz belőle, ha nem, akkor csak egyszerű szócséplés, egyszerű elméletezés, teljesen terméketlen, elemző gondolkodás. A beszéd, Jijang Bosszál vagy Garba bódiszatva, mikor teljesen igazságértékű a beszéded, és mégsem önző. Tehát amikor igazságértékű, vagy fogadalomértékű, vagy esküértékű kijelentéseket teszünk, azok meghatározzák az útunkat. Az út őre Zsidzsangó száll, és így a helyes beszéd bóthiszatvája. Az emberi elme egy nagyon érdekes alkotmány. Ha nagyon sokszor elmondasz magadnak valamit, akkor elhiszed. Tehát mi az, amit a legmélyebben belegravírozol az elméd által, az emlékezetedbe, a megkülönböztetéseidbe, és a többi. Magyarul, milyen lesz a hitrendszered? Ez a beszéd által dől el elsősorban, mert hajlamosak vagyunk elhinni azt, amit kimondunk. Amit a másik mond ki, nem biztos, de azt meg ő hiszi el, mert az az ő igazsága. És szamantabadra, vagy deheng bolyombó szál, ő a cselekedetekért felel, és ez pedig az önzetlen segítségben tud csúcsosodni. Ez a négy életterület, a személyiségünk négy nagy működési területe annyira fontos, hogy naponta háromszor alapesetben emlékeztetjük magunkat, hogy igen, ideje a beszédet kifuttatni az igazság felé, a fogadalom értékű, igazság értékű beszéd felé. Ideje cselekedni és másokért tenni. Ideje a gondolatokból bölcsességet desztilálni, és túljutva a duális érzelmeken együttérzően létezni. Úgyhogy a gyakorlásnak ez a szerepe, és még csak a karma rendezéséről beszéltünk, a teljes felébredés az e fölött van bőven. Köszönöm a kérdést, mert a jéghegy csúcsát érintetted és én pedig megpróbáltam egy picit a felszín alá világítani, hogy a 90 az bizony ott van. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Itt elő. Engem az érdekelne az előző beszédben, amit mondtál, meg egy gyakorlat közben is ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy amikor cselekszem, vagy mondok valamit, akkor hogyan ismerem fel, hogy annak mi a motivációja, hogy mondjuk alázatból teszem, vagy elismerésért, ezt hogyan lehet megkülönböztetni, vagy, vagy, vagy azt ö, eldönteni, hogy igazából ezt most tényleg őszintén és tisztán teszem, mondom, vagy, vagy ez csak valami tudatos. Hosszabbítsd meg az egyenest, hogy mi van, ha beteljesül? Milyen eredménnyel jár? Nem kell elképzelni, a tudatod tiszta tükrében ezt már láthatod. Nagyon fontos a motiváció, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok, késztetések, érzelmek. Mi az, ami beszél belőled például. Ebben a pillanatban ezt lehet érezni, és hogyha ez a pillanat tiszta, akkor minden tiszta. Mégis nagyon gyakran le kell állnunk, és meghallanunk ténylegesen a saját beszédünket, nem azt, amit akarunk belőle hallani, hanem amit ténylegesen elhangzik, és ekkor a másik ember, vagy a csoport tudatával ténylegesen hallanunk kell, hogy a beszédünk milyen hatást kelt. És hogyha ezt folytatod, akkor merre felé fog menni a lélek állapota, az elmék gondolkodása. Tehát a leállás és belelátás, amikor az elmének ezeket a hullámait, engedett kisimulni, és a tudatot tükörként működni, ez az, amikor úgynevezett samata, a megállított gondolkodás állapota bekövetkezik. A belátás pedig az, amikor ezen a tükör felületen elkezd minden úgy látszani, ahogy van. Ez a vipassjanát tehát a belátás. Minden egyes meditációs hagyományban van ilyen fogalom. Koril Son a jelenségek meglátásának meditációja. Tehát hosszabbítsd meg ezeket az egyeneseket, ami a motiváció és célképzet között van. Valamiért teszed, mondod, valamiből jönnek azok az érzelmek és gondolatok. Ha így folytatódik, hová fut ki, milyen hatást kelt, úgy tűnik, hogy a világban manapság ezt nagyon felelős emberek nem látják, vagy nem hajlandóak látni. Az egyetlen egy hatás, amit mostanában ebben az elképesztően infrastruktúrált világban, azaz LGP-esedett és elidegenedett világban láthatunk, az egyetlen egy esély, hogy te magad ezt belátod. Nem várhatod kívülről. Magunkban kell megtalálni, és a jó hír az, hogy ez bennünk van, ez minden ember lelkében a belátás, a rálátás képessége ott van. Ez az túl vidja, és a mahaján ezt úgy hívja, hogy buddha természet, vagy az igazi önvalónk tapasztalatának lehetősége. Ezt nem tudja adni neked senki, mert már megvan. Elvenni sem tudja. De az akadályokat szaporíthatod, vagy ritkíthatod. A tükörre rakódó rétegeket vastagíthatod, vagy vékonyíthatod. Na, ez viszont óriási jelentőséggel bír, és akkor, amikor itt ülsz, akkor leolvasztod a tükörre rárakódott karma rétegeket, és előbb-utóbb akkor az ez elpárolog. Ezért van ennek jelentősége. És akkor a motiváció is letisztó és megfelelő célért tudsz helyesen cselekedni, és nem azt a szomorú igazságot éljük, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Ne legyen. Egyéb kérdés? A kérdésem a meditációval kapcsolatos lenne, mint kül külsős, én nem értem még, hogy miért nyitott szemmel meditálunk, mi annak a haszna, vagy előnye? Hát félig nyitott szemmel tesszük ezt, vagy Résnyire nyitott szemmel, méghozzá azért, hogy a külső tér és a belső tér ne választódjon le egymásról. Ha teljesen lehúnyod a szemedet, akkor a szemgolyók általában fölfelé fordulnak, és a homlok lebenybe így rengeteg energia kerül. A szempillantásban rengeteg csí, azaz prána összpontosul. Hogyha lehúnyod a szemedet, és félig vagy egészen alszol, akkor álmodsz. Meditációban pedig Elkezded a saját tévéadásodat nézni, 108 ezer csatorna, teljesen ingyen. Hát ennek nehéz ellenállni. És akkor látszólag pihensz, de belül ténylegesen szórakoztatod magadat, mert a láthatatlan szerkesztő, vágó és rendező úgy dobja a homlok lebenyedre a nyersanyagot, hogy ez neked épp ott akkor jó legyen. Még ha szenvedsz, tőle piszkosul, akkor is, mert van valami esemény. Amikor nincs esemény, attól nagyon szoktunk félni, de valójában ez a nem esemény, vagy nem megjelenés és eltűnés, ez az, amit keresünk. Ez akkor következik be, amikor a külső és a belső egyé válik. És hogyha félig, vagy résre kinyitod a szemedet, nem kell látni semmit, tehát a padló az 30 év múlva is padló lesz, elég jól le van rakva, tehát semmiféle változást nem fogsz tapasztalni, de azt igen, hogyha a tantiembe így visszaviszed az energiát, és nem pedig fölfelé engedett homlokba, akkor előbb-utóbb a tudat megnyugszik, a rendező félre teszi a forgatókönyvet, az operatőr leteszi a kamerát, és a vágás az megáll. Nincs film. Ezt a mesebeli tekercset le lehet venni a vetítőgépről, és akkor az az eredeti fény, amely csak a vászlan ott van fehéren, az a tiéd lesz. Összetévesztjük a filmmel a valóságot, az illúzióval az igazságot. És épp ezért kell ez a fajta technika, amikor felismered azt, hogy ezt az egészet tevetíted ki, úgy, ahogy van. A félig nyitott szem, amelyet egyébként minden buddha szobor megőrzött, az ezt a filmet leveszi a vetítőgépről. Bármikor visszarakhatod, nincs az a gond. De akkor tudod, hogy te raktad vissza, mert mostanában, ha megnézed, a belső film nézi az embert. Nem az ember tudatosan nézi a filmet. A saját karmádnak a játékszere vagy, és nem az ura. Innentől kezdve van jelentősége a technikának, amely valami felé visz, valamilyen állapotot segít megvalósítani. Ezért is figyeljük a lélegzetet, hogy a lélek a testben legyen. Amíg tudatos a lélegzet, addig itt vagy a testben. Ha elmegy a lélegzet, és tízni van a e, tudatosság, vagy az elvarázsolt kastélyban, vagy a kékszakálú várában, vagy pedig a hegymélyén, Móriában, ugye, akkor nem vagy itt. Saját elmeműködésed rabja vagy. Hát ezért van jelentősége annak, hogy a külső tér és a belső tér egyé válik, és nem szigetelő cel, azon szentséges motivációtól hagy, hogy jaj, hát én csak pihenni szeretnék egy kicsit. És ezer év múlva kinyitják a barlang ajtaját. Hát nem. Persze nyugodtan huny le a szemed, nincsen szempilla rendőrség, senki nem fog oda menni és ellenőrizni, hogy legalább az a három mm, milliméter, amin keresztül fotonok tudnak közlekedni, az megvan-e? Majd érzed. Ez egy autonóm, felnőtt változata a gyakorlatnak. Ha lehunnád a szemedet véletlenül, de csak véletlenül, akkor is a szempillantást nézzen lefele. Ezt egy idő után meg tudod csinálni, főleg, ha már eleget volt félig nyitva. És nem engedelmeskedsz annak a spontán reflexnek, hogy csukott szemnél a szemgolyók fölfelé forduljanak. Lehet, csak gyakorolni kell. És akkor lent marad az energia tantiemben, differenciálatlan, világos állapotban, és akkor nem lesz belőle kényszeres képzett Oké. Az időről szeretnék kérdezni. Most? Igen. Akkor jó. É, időprésbe érzem magam, és ez, ez így növekszik, növekszik. Időprés, ez tetszik. Mondd el, milyen? Hány kilonyútonnal dolgozunk? Nagyon sokkal. Nagyon sokkal. És növekszik. Növekszik. És é, próbálom utolérni magam, el is tervezem, de jönnek az új feladatok, mint a kis bombák. Az a percepcióm, hogy a világ is ugyanígy, tehát mint a ringlispir egyre gyorsul, tehát most már nem tudok visszaemlékezni olyanra, hogy ö, valakivel egy ilyen nyugodt, tartalmas beszélgetést tudtam volna folytatni. Például a filmet hoztad példának, most már egy filmben három másodperces snit az már hosszúnak számít. Tehát ö, Egyrészt ezt saját magamra is érzem, másrészt a világra is érzem. Hát kölcsönadom a Tarkovszki gyűjteményemet, ott még a klasszikus vágáshoz megvan, és az idő eredetileg nem létezik. Mi hozzuk létre. Egy nagyon nagy tanító mondta, eredetileg ez a világegyetem teljes nyugalom. Nem mozdul. Nem telik. Nincs tér vagy idődimenziója. Ezt mind mi csináljuk. Innentől kezdve, ha ezt a relativitást átéled, akkor figyeld meg, hogy te hogyan hozod létre azt az időélményt, amiben éppen részed van. Az idő és a tér összefügg, ezt nem csak Einstein mondta, hanem más nagy tanítók keleten is mondták, és hogyha baj van az idővel, mert úgy tűnik, hogy nincs elég belőle, akkor tessék a térrel elkezdeni dolgozni. Ott vagy-e, ahol lenni szeretnél? Mert ha ott vagy, ahol lenni szeretnél, és a térben rend van, akkor előbb-utóbb az időben is rend van, hogy akkor itt és most neked annyi időd van, amennyi kell. De ha térben nem vagy jó helyen, időben sem leszel ott, és hogyha időben nem vagy jó helyen, akkor térben sem vagy jó helyen. Ez egyszerre tud működni. A pillanatban van a kulcs. Ha ez a pillanat tiszta, akkor minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, akkor semmi sem tiszta. Tehát nézd meg azt, hogy milyen rétegek választanak le téged a tér és idő tiszta tapasztalatáról. Milyen gondolatrétegek, milyen érzelemrétegek, elveszel-e mondjuk a múltban, vagy előremész-e a jövőbe, van-e például elhárító mechanizmus itt a jelenben, ez mind befolyásolja az időélményedet. Ugye van ez az elcsépelt mondás, hogy ha lenne egy 25. óra a napban, ne legyen, ugyanezt csinálnák. Éppként egy napban nem 24 óra van, és nem 12. A régi kínai rendszer szerint 12 volt. Annyi óra van, ahányat akarsz. Ezért érdemes az elvonulásnak azt a fajta időrendjét tapasztalni és pontosan betartani, ahol nem a te véleményed és nem a te karmád határozza meg, hogy milyen időélményed van, hanem egyszerűen pontosan bent vagy a darmateremben egészre, amikor ott kell lenni. És akkor az önálló időélmény megszűnik. A közös időélmény válik elsődlegessé. Az egyéni karma elkezd kicsit visszaszorulni, a közös karma válik elsődlegessé. És ez most nem biztos, hogy nagyon vonzónak tűnik, de ha azt mondom, hogy jó elkeverni a csomókat a palacsintatésztában, akkor ezzel szerintem egyetértünk. Tehát az egyén problémája egy nagyobb közegben szépen fel tud oldódni, ki tud simulni, ha betartjuk a szabályokat. Mert erre van az egész rendszer kitalálva, nem pedig arra, hogy mondjuk így különösebben jól érezzük magunkat tőle. Mindenkit köt az alkotmány, az a rendszer, amit itt tartunk. Mindig légy ott, ahhoz szeretnél lenni, és előbb-utóbb pontosan olyan időjelményed lesz, amilyet szeretnél. A másik a kapcsolatok. Tehát képzeld el, hogy Másban az idő sokkal gyorsabban pörög, mint benned, és te ezt nem veszed észre, benned sokkal lassúbb ez az egész, és azt veszed észre, hogy a beszélgetés felénél mindenki föláll, és téged ott hagy. Képzeld el, hogy egy világban mondjuk a fák tudnak beszélni, és bemész az erdőbe, és a fák ilyen szép mormogó hangon elkezdenek veled társalogni és te egy egynapos kirándulást terveztél az erdőben, és beszédbe legyettek. Leszáll a nap, menned kell haza, és a fa gyöngéden, együttérzően mormogja, hogy kár, hogy mész, még csak most voltunk túl a köszönésen. <laughs> nézd meg azt, hogy milyen információs űrűséggel dolgozol, nézd meg, hogy pontosan mi az, ami közted és a másik között időjelményben ott van, hogy neki hogy forog ez a kerék. És vedd fel esetleg a sebességét. Az időélményt a szavak és gondolatok egymás utánisága határozza meg. Az ehhez fűződő polaritás határozza meg. Vártál ugye buszra, és az nem akart jönni, pedig már, már nagyon kéne, és már föl kéne rá szállni, mert menni akarok a városba. Tehát egy nagyon-nagyon világos vágy, és alig várod, hogy teljesüljön. Másik, szélsőség, végre rávetted magad, hogy elmenjél fogorvoshoz, ott ülsz a váróban, és nincs az az öröklét, ami megóvna téged a félelemtől. Mindjárt be kell mennem, és be kell ülnem, és felsívi 18 ezeres percenkénti fordulattal a végzet. Érted? Tehát nézzük, hogy a kétféle időelmény hogyan különbözik. Ehhez kell alkalmazkodni. Ezt kell tiszta tudattal átlátni, és megfelelő módon kezelni és akkor nem leszel se túl lassú, se túl gyors. Látod a kezdetet és a véget, és megfelelő módon tudod magad és mások számára szabályozni ezt. Én visszatérnék a meditációra. Én is. Ne <laughs> Nekem hát otthon többféle technikával küzdöttem, és szó szerint mindig gondolatbirkózás a végeredmény, hogy többnyire a gondolataim győztek, és itt nem tudom, mi történt. Mert itt sikerült megtapasztalnom, én úgy gondolom, a, a meditáció élményét. Bocsáss meg, elmondanád, hogy milyen meditáció élménye? Engem hát, érdekel. Ne, nem tudom. Az jó, akkor jól meditáltál. Ha a nem tudom a meditáció élménye, akkor hogy győzhettek a gondolatok? Mit birkóztak le? Hát az otthoni élmény volt itt, ö, ö, nem tudom, a, a, a közösség, vagy, vagy, vagy mi? Ne, nem tudom, hogy mi az, mi az, amit másképp csináltam, vagy nem csináltam, vagy vagy nem tudom, hogy mi történt. Tehát otthon lebírkóztak, itt nem birkóznak le. Igen, itt, itt gyakorlatilag Érdekes nem volt, amivel birkozzak. Ez a templom, nincs, amivel bírkózni lehetne. Ebben a térben persze, hogy másképp működik az egész, de azért gyakorlunk itt, hogy aztán otthon is nagyjából mentesen tudjuk a gondolatokat szépen elengedni. Ugyanis amíg az energiaszinted és a tudatod egy bizonyos szilárdságot, tisztaságot el nem ér, addig a karmád mindig erősebb lesz. Ezért van a forma. Ezért van az, hogy kijelölöd magadnak, hogy most 40 percet ülni fogok, akármi történjék is. És belül olyan birkózás van te, olyan magyarázkodás, hogy most ezért kéne felállni, most ez fontosabb, most Úristen válaszoltam arra az SMS-re, most kéne is nem meditáció után. Tehát rengeteg ilyen van az alibitől kezdve a horror sztorig mindenféle önfelmentés és magyarázat csak azért, hogy az ne teljesüljön, amit éppen szeretnél. Ne birkóz. És mi az, amit tudok otthon alkalmazni? Mert hát a közösséget nem vihetem haza. Ez nagyon-nagyon kedves tőled, hogy ezt szeretnéd. Gyere a közösségben, és egy idő után a közösség atmoszférája és ereje hazamegy veled. Csak azt újra kell itt tölteni néha hogy mit csinálj otthon? Süt, főz, takarít, család, kutya, gyerek, tehát ez az otthoni dolog, és nagyon gyakran az otthoni tér, az a karma, az le tud téged bírkózni. Ezért kell egy ilyen helyre jönni, ahol tudatosan, deklaráltan félretesszük az egészet. Tehát nincs mint vívódni. Belül persze hozod azt a tehetetlenséget, ami a korábbi karmából származik, de itt ebben a térben nem kell külön gondolkodni, Úristen, most akkor hogy hogyan viszonyulok a többihez? Hát úgy, hogy egymás mellett ülünk, éneklünk, nem beszélünk, várjuk a sorunkat, eszünk, amikor olyan van, és ez az egész birkózásmentes. Van egy normális hierarchia, egy működőképes csoport, és akkor innentől kezdve az egyéni karma egy picit megnyugodhat. Belül is, kívül is. De otthon, otthon birkózás van. Oké? Okay. Szívesen. A tantiem gyakorlatról szeretnék kérdezni, hogy mire érdemes figyelni? Mire A tantiemre? Mit nem szabad, azt hogyan? Mindent szabad, de nem érdemes. A küldők alatt két unnyival van valami, amiről azt mondjuk, hogy tantiem, energiakert ahol egyébként az energiád és a tudatosságot ténylegesen differenciálatlan állapotban van. A rendező állapotában, ugye? Ott még rendező sincs. Értem. A hasonlat persze hozza a rendezőt, a színészt, a színpadot, a nézőteret. Ezt most azért nem használom, mert félrevinné magát a képalkotást. Mert itt még képalkotás sincs. Ez a maha mudra, a kozmikus mudra azért irányul ide, mert hogyha megszüntetsz minden felső csakrabeli aktivitást, vagy legalábbis minimálisra engeded visszaszabályzódni, akkor tapasztalod azt a lényeget, azt a differenciálatlan valamit, amit önvalónak hívunk. Ez az energetika szintjén úgy néz ki, hogy a te egyéni energiád, won gi koreaiul, az univerzális energia, dei a lélegzet segítségével, és az akadálytalan tudat elérésével egyé válik. És ez a három energia, kongi, lélegzet, dégi, nagy energia, és vongi, egyéni, amikor kombinálódik, akkor hívjuk hápkinak, vagy egyesített energiának. Az a szerencse, hogy a testünkben van egy olyan pont, amire fókuszálva ezt átélhetjük, és nem kell kívül keresni, vagy kapni egy kis kapszulákban, mert úgy azt nem lehet. Tehát ez az a gravitációs középpont, ahol nincs mozgás. A testnek van egy gravitációs középpont, és e körül pördülsz meg mindig, hogyha például ugrasz, és szaltózol, és egyemek. Ez a középpont. A tudatnak is ez a középpontja, mert ez az, ami nem mozdul. Ha innen fölfelé elindul a központi csatornán, akkor elkezd differenciálódni érzelmek, beszéd, gondolkodás, érzékszervi hatások, ha lefelé indul el, akkor előbb-utóbb abból anyakönyvvezetés és gyermekáldás lesz. Ugye? Tehát ez a fajta differenciálódás testi és lelki sikon így képzelhető el, és ez így is történik. De amikor a tantienben vagy, az egy egységállapot. És ebből az egységállapotból jó menedzselni az összes többit. Mert ha ez nincs meg, akkor csak ugrándozunk a csakrákon le és föl tudatállapotokon le és föl, és nincs stabilitás, nincs nem mozduló, tiszta, tükör és térszerű tudat. Ezért kell ez. Ez egyetlen egy talpont, sehol máshol nincs. Itt van. Ezért van ekkora jelentőség ennek. Mond. Légzésre is kell koncentrálni, és a pontra is egyenlő. Bizony. Kérlek, egy kicsit mesélj erről, csak egy nagyon picit, hogy ezt hogy elmesélem. Van egy olyan, hogy a kezedet ide teszed a köldöködre. Nyugodtan, magunk között vagyunk. Tehát ide a köldöködre teszed a kezedet, és amikor belélegzel, érzed, hogy a hasfalat kifelé megy, mert megtelik a törzs levegővel. Utána kilélegzel, és érzed, hogy visszamegy. Ekkor a légzést és a köldököt egyszerre figyelted meg. Na most ellazítod a tartást, és felveszed a mahamudrát, ugyanez van, és egyszerre figyeled a tantient és a lélegzetet. Hát mondok jobbat, mert az egész testtartást ezen keresztül figyeled meg. Reni bevezetőjében elhangzott az, hogy hány órát ülünk, ettől ne tessék megijedni, mert az időélmény teljesen más. Tehát kívülről azért, úristen, mi történik ezek? Hogy bírják? Hát egyszer beülsz, és egy kicsit megnyugszik a tudatod, akkor egy 50 perces ülés, hogyha már a fizikai résznek olyan 3-5 nap múlva úgy kicsit kevesebb nyüge van, megütötték a csukpit háromszor, eltelt 50 perc, és megint megütik háromszor. Aztán van olyan, hogy mintha egy végtelenre töltött sorozat lenne, átértél három teljes inkarnációt egy délelőtt. Hát jobb is. Gondol, el, hogyha ezt meg kellett volna játszani teljes életvitellel. Na az a sok idő, az a hosszú. Úgyhogy a testtartást is tapasztalod, a légzést a tantiemben is tapasztalod, és most jön egyébként a piramis csúcsa, hogy a tudatosságot is tapasztalod ezáltal. Ez még mindig csak a test és az energia. Mindezt azért tudatosítjuk, hogy belül a tudat tükrében a lélek folyamatai is tudatosodjanak. Ne csak a test folyamatai ha olyat látsz, hogy csak testtudatosságot tanítanak, 10 százalék. tudatosság újabb 10 Ha megtanítják azt, hogy hogy lásd, hogy a karmád belül hogy működik, na az úgy teljes. Tehát a lélegzet és testtudatosság csak azért van, hogy a tudat működését lásd, és előbb-utóbb urald. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudok meghaladni egy olyan belső hierarchiát, ami, ami már nem működőképes, mert konfliktus helyzetekbe rosszul reagálok, vagy támadok, vagy menekülök, és ezt szeretném ezt a hierarchia rendszert, vagy értékrendszert egy kicsit módosítani, vagy újrahúzalozni. Mondd el nekem, hogy mi van a hierarchia csúcsán, vagy ki van a hierarchia csúcsán a hierarchia csúcsán egy kérdés van. És mi az? Miben segíthetek? És mit tesz a hierarchia csúcsa a többi alatta levő szinttel? Nem csinálunk bóthiszatva diktatúrát. Oké? Okay? Tehát ne engedd, hogy ez a kérdés kisejátítson mindent és mindenkit. Nézd meg azt, hogy valójában mi, mint emberek, miből épülünk föl, melyek azok a kapcsolatok, amelyek nélkül nem látjuk érdemesnek az életet, és egy működőképes hierarchia tetejére rá azt, hogy miben segíthetek. Ha kijelöltem a miben segítheteket, mint legfőbb értéket, akkor néha elveszíthetem szem elől, hogy pontosan mi az, ami ezt táplálja. És ekkor a kérdés megszűnik visszatáplálni az életbe a bóthiszatva utat. Miből táplálkozik? Mert akkor tudja teljesíteni azt, hogy tápláljon valamit, ami nem önmaga. Nem kell mindig, minden pillanatban személyesen minden felelősséget magadra vállalni. Ha meglátod, hogy pontosan milyen kapcsolatrendszerben vagy, kinek milyen felelőssége van az adott ügyben, az adott pillanatban, és ez jóval több, mint ami így első látszatra benne van. Tehát hogy tudod elosztani úgy a feszültséget, hogy a valóság ne egy kard hegyeként és éles pengéjeként hatoljon át rajtad, mert te segíteni szerettél volna, az igények azok óriásiak, és ezen a nyiladékon keresztül téged ledöfnek. És akkor azt látod, hogy akinek ilyen vastag egópáncélja van, az jobban érzi magát, annak jobban megy az élete. És csalódtunk, mert akkor hogy jaj, hát ez a tanítását ez hát ez valami szépen hangzik, de amikor megpróbálom kivitelezni, akkor megszakadok bele. Vagy rosszul érzem magam, vagy mások azt gondolják, hogy nekem valami bajom van. Nem. Mi a fontos, ki a fontos ebben a pillanatban, és azt kell művelni. Hogyha a kardot szét tudod osztani ezer darab tűvé, arra kellő tréning után, mint a fakír fel tudsz feküdni, és nem fog megszúrni ugyanannyi fém. Tessék elosztani. Tessék tényleges hierarchiát alkotni, az egész életvitelt, kapcsolatrendszert, munkát, pihenést, mindent illetően, és nem csak a tetejére tesszük a legfontosabbat, és akkor alatta meg minden kaotikus. De megtettük, ami a legfontosabb. Igen, csak ami kevésbé fontos, azt is. Ami az alsó harmadban van, azt is. És akkor rend van. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Körülbelül négy éve uh, ismertelek meg téged, és azóta uh, gyakorlok. Uh, mikor már így intenzívebben gyakoroltam, és nagyon jól éreztem magam, akkor sikerült úgy érzem, egy hagymahéjat levetnem magamról, egy, egy uh, karmikus uh, gondolatkört, amitől így meg tudtam akkor szabadulni. Ez nagyon nagy siker volt, de azóta. Uh, Hát le is, meg fölfele is elindultak az energiák. Két éve gyerekem is született. És nincs annyi időm gyakorolni, de ez tényleg nem kifogás. Tehát nincs, nincs, annyi időm. És úgy érzem, hogy azóta több más karmahegy is rámomlott. És hogy ebben a helyzetben mit javasolsz, hogy... Nézd meg, hogy mi omlasztotta rád azt a hegyet. A szeretett kapcsolatok azok, ami elképesztő módon tudnak működni, mert te magad vállalod föl a társkapcsolatot, a gyereket, és így a családot, és utána valami elképesztő kötelezettség halmaz lesz belőle, és közben mindenki szeret mindenkit. Csak kilóg a belünk. Igen. Nézzük meg azt, hogy hogyan lehet a lehető leghatékonyabban, és ez nem egy lelketlen valami, hanem az energiamegmaradásról szóló kijelentés, leghatékonyabban család életet élni ne beszéljük túl a dolgokat, de beszéljük meg a dolgokat. Töltsünk egymással elég időt, de ne legyünk úgy kapcsolatfüggők, hogy rögtön rázuk a rácsot, hogyha a másik öt percre kimegy. Itt is van egy nagyon világos mérleg. Mennyi energiát fektetek ebbe a kapcsolatba, és a többiek, a résztvevők mennyit tesznek? Mennyit sajátítunk el belőle? Mennyit veszünk ki belőle? Ezt is nézd meg. Ha nem a vérségi alapú kötelékeket nézem, ahol nagyon komoly kényszerek érvényesülnek, mert hát egymáshoz születtünk, hát az Kibújt a gyerek innen, elvágták a zsinort, felsír, kész, ott van. Már is ott van, ezt tudjuk, de akkor már nagyon ott van. Amikor ezt tudatosan nem vérségi kötelék alapon csinálod, akkor lehet a további rétegeket észrevenni. Tehát van mondjuk egy hagyományon és tudatos elkötelezettségen alapuló oldható kötés. A családi kötelékek azok átváltozhatnak, sokszorozódhatnak, de valójában nem oldhatók, mert egyszerűen kihalunk egymás mellől. Nem lehet azt mondani, hogy jó, hát akkor most innentől kezdve nincsenek szüleim. Vannak, mert megszülettem. A kapcsolatot definiálhatjuk így vagy úgy, de mindenképp vannak. Egy tudatos, konvención, kompromisszumon, elkötelezettségen alapuló csoport megmutathatja, hogy te hogyan élsz család életet. Tehát az itt felmerülő problémák, azok tükröt tarthatnak azokra a helyzetekre, ahol úgy érzed, hogy te nem tudsz változtatni, és rádomlott, és óriási teher és hegyek, mert valószínű, hogy a csoportban is meg fogod ismételni. Hasonló helyet fogsz elfoglalni. És ez oldható. Te hazamész innen. Te visszatérsz a vérségi kötelékbe. De itt nagyon jó meg lehet nézni, hogy valójában benned mi történik, és a csoportban milyen helyet foglalsz el. Egyszer ott van, és hát, úristen, én csinálom az egészet úgy, hogy a kapcsolataimat korábbi mintázatok szerint rendezem. És megmondom magamnak, hogy miért nem tudok változtatni ezeken, picit időt kérni, és utána visszatérni. Ezek nagyon komoly kényszerek. És nézd meg, a szeretet kapcsolattal indul az egész szeretnénk egymás társaságában boldogok lenni, jó időt tölteni, biztonságot adni, szeretve lenni és szeretni. De innentől kezdve ez egy gyönyörű dolog. És hogyha az ebből fakadó karmákat nézed, azok már nagyon sokszor nem gyönyörűek. Miért van ez? Nézd meg, miért van ez? Miből van ez? És hogyha látod az avidját, a nem látást, akkor már fel is oldottad. Akkor látod a hibát. Látod azt, amit önkéntelenül is, tudattalanul elkövetünk egymással. És akkor meg lehet ezeket úgy tisztítani és javítani, hogy azt érezd, hogy a családi életben folytatott szellemi gyakorlat mindenkit előre visz, és nem kell külön engedélyt kérnem, hogy Úristen, most eljöhetek. Nem kell megmagyaráznom, hanem teszem, és a többiek látják ennek az eredményt, és passzívan vagy aktívan, de osztoznak benne. Tudod, mikor tudsz nagyon jó Tant ilyen gyakorlatot folytatni? Ha figyelmed, soha nem mozdul el innen a köldök tájékról. Ez életmentő. Amikor a nyugodt, hűvös, hegyi tóvizéhez hasonlóan szemügyre veszed a fölötted tomboló szenvedélyeket, akaratot, haragot, bármiféle impulzust, akkor ez a tant gyakorlat már segített neked, mert te nem mozdultál rá nem azonosultál vele, de látod, és kölcsönhatsz, és segítesz, de nem hagyod, hogy ez az örvény bekeverjen. Nézd meg azt, hogy mit vállaltál, veled együtt mások mit visznek ezekből a terhekből, és próbáld meg elosztani. Úgy, hogy ez egyenletes legyen, és néha le kell ülni, és hosszú esti beszélgetéseket folytatni, hogy ez hogy legyen. A családban. És akkor szintén nem azt érzed, az előző válaszhoz hasonlóan, hogy egy valaki hordozza az összes érzelmi feladatot például. Hanem el van ez osztva szépen. Így is lehet. Jó? Az előttem szólóhoz csatlakoznék. Volt ott egy olyan a, tehát amit ő mondott, arra reagáltál, hogy a nem látás látása az már feloldozáshoz vezethet. Igen. Abban a pillanatban, hogy rálátsz valamire, amit addig nem láttál, vagy rálátsz arra, hogy mennyire fedett volt a tudatod korábban, az már feloldódás. A karmának egy bizonyos változása így van. Minden nap életben, az... ú, de hülye voltam. Hát ah, ez borzasztó. Na, itt kezdődik. Igen mondjuk én ezt láttam már két éve, tehát hogy ez egy két éves történet, és hogy még mindig nagyon rosszul érzem magam, még mindig nem oldódott meg a dolog, egy olyan, tehát mi hoztuk létre ezt a karmát, ott akkor ma már tisztán látva, hogy nem láttunk tisztán, tehát nem láttunk jó, és hogy ez még nincs megoldódva, zajlik, és a nagyon rossz érzés az ott van, a, a hát nem tudom, bűntudat, jaj, de az, hülye hát az voltam. Az. De hogy akkor legalább ez most már többet nem fog előfordulni, remélem. Hát van egy jó hírem, meg egy rossz, melyiket kéred először? A rosszat. A rossz az, ami nem rossz, csak tanulni kell belőle, hogyha a mélyszerkezetben a résztvevő tudatok minősége nem változott, akkor más alakban, de meg fog ismétlődni a karma. A jó hír az, hogy pontosan ugyanúgy nem. Mert az akkor volt. Azon a helyen, abban a pillanatban, azokkal a résztvevőkkel. Az elmúlt. De ha az azt kiváltó tudatműködés nem múlt el, akkor az bizony meg fog ismétlődni. És ha tényleg tanultál belőle, akkor nem ismétled meg. Onnan tudod, hogy a bűntudat elment. És még mindig látod. Csak nem érzed magad úgy bűnösnek, mintha még nem javítottad volna ki a hibát. Tehát kétféle gátja van a hiba kiavításának. Az egyik az azzal való azonosulás, ekkor vagy állandó bűntudatban, vagy a folyamatos önfelmentés. A szándékos vakság, hogy Á, hát az nem is úgy volt, hát az nem is történt meg, az nem is én voltam ott. Tehát amikor kiavítottad, akkor elmegy a bűntudat. Köszönöm. Szívesen. És a fordítottja is igaz, bűntudatban élve nem lehet a hibát kiavítani, mert állandóan azonosulunk vele. Megszokjuk, és mindegy, hogy szeretjük vagy gyűlöljük ezt az azonosságot, de annyira a sejtünkbe ivódott az egész, hogy már nem vagyunk hajlandóak leválasztódni a hibáról, mert annyira a részünké vált ez a bűntudatnak az elképesztő működése. Megújítja önmagát. És ezért utasítjuk vissza a hiba kiavítását. Mert akkor már nem azok lennénk, akik. Nekem több mint tíz éve volt egy olyan eset. Érzelem nincs, tudat nincs hozzá, viszont évekkel később néha sokszor testileg jön elő. Tehát, hogy és utána akkor jön felszínre ez, hogy valami még sincs rendben, akkor tudatosul, de először mindig testileg jön elő. Egy emlék, vagy egy érzéssel, de ilyen, ilyen test formájában, és utána jön utána a társú, hogy ú, ez valami régi tudatos dolog, amit elvileg már lezártam. Ez miért van? Vagy... Azért, mert valójában nem zártad le, és amikor szomatizálod, azaz a pszichéből leviszed testre, akkor úgynevezett pszichoszomatikus tüneteket produkálsz. Tehát nagyon komoly elhárító mechanizmusai vannak az elmének, hogy ne engedj bizonyos karmákat tudatosulni, ez elképesztő önvédelem van. Mert akkor a teljes integritásodat, azaz a működő személyiségedet szétdobja az emlék. És ezt gátolni szoktuk. Egyszerű túlélő reflex. Amikor ez van, akkor leviszed testre. Uh -huh. És miután Tesszük. testen megmutatkozott, akkor már tagadhatatlan, tehát testi szinten tudatosult, mert látnod kellett az eredményt, és utána már hajlandó vagy lelki szinten is látni. És egyszer ez majd feloldódik, vagy? Ha feloldod, akkor feloldódik. Ezt mikor fogom tudni, mert most így. Gyakorolj. Gyakorolj. És ha gyakorlod a zen tiszta tudatosságát, akkor az elhárító mechanizmusok megszűnnek, ezeknek a karmáknak a kiváltó okai megszűnnek. És akkor feloldódik, de egyébként nem. Akkor addig meg folyamatosan becsapom magam? Tehát... Igen. Köszönöm, hogy megkérdezted. Ezzel más segítettél a környezetednek. És végül magadon is fogsz ezzel. Köszönöm. Szívesen. Amióta tudatosságot gyakorlom, azóta, tehát ugye egyre több felelősségre látok rá így az életemben, és a tetteimmel kapcsolatban, és bizonyos helyzetekben azt veszem észre, hogy uh, muszáj átvennem az irányító szerepet, különben a helyzet úgymond elúszik, és uh, kár lesz belőle, vagy tehát bármilyen szempontból is, de szenvedés, vagy sérülés. És... Így születnek a hősök. Folytást. <laughs> és uh, oda szerettem volna kiukadni, hogy lényegében akkor uh, a másik félnek, ugyanúgy meg ebben a felelőssége, csak nem látja. Valószínű, de ne vedd el a látás lehetőségét azzal, hogy hősként dominálod a helyzetet. A nagyon nagy hősök egész birodalmakat tudnak ellopni. A kisebb hősök csak országokat, a közepes hősök esetleg csak városokat vagy falvakat. Aki önzetlen, az úgy hős, hogy a világ nem látja. El kell osztani azt a fajta felelősséget, amiről beszélsz, és le kell tudnunk mondani így a saját hősi egyéniségünk megjelenéséről, mert a hősöket előbb-utóbb feláldozzák. Vigyázzunk. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szívesen. Most azt az fogalmazódott meg bennem, hogy ha az eredeti tudatunk az a nem tudható, akkor miért félünk az ismeretlentől? Mert nem tapasztaltuk még ezt a nem tudhatót. Ha tapasztaltuk volna, akkor az ismeretlent felhasználnánk az intuíciónk működtetésére, és nem félnénk az információ hiánytól. Tipikus példa, hogy miért félünk a sötétben? Nem tudjuk, de félünk. Nagyon sokan félnek a sötétben. És a sötét bebelevetül mindaz, ami bennünk megoldatlan, és pattan vissza különböző zajok, képzettek és egyebek formájában, vagy egyszerű bizonytalanság formájában. Tehát, hogyha nem tudhatod, száz százalékig tapasztaljuk, nem félünk az ismeretlentől, ez így van. Sőt, ahogy azt az interjú szobában jó páran már tapasztaltátok, az ismeretlennel való küzdelem az előbb-utóbb eljuttat az intuitív megoldásig. Tehát bejössz az interjú szobába, és előbb-utóbb eljutunk oda, hogy nem tudod. És akkor én mosolygok együttérzően és még több energiát kapsz a jelenlétem töme. Végre ott vagyunk, hogy nem a nézetvilágodat pörgeted, követed, sőt akarod elfogadtatni, hanem végre megérkeztünk oda, hogy nem tudom. És amikor a nem tudható tapasztalattá válik, akkor kritikus tömeg fölött ezzé válik. Hallhattad, hogy a nem tudható az nem információhiány, hanem a téves nézetektől és duális illúzióktól és hamis azonosulásoktól való mentesség. És akkor nem félünk az ismeretlentől. De nem is emeljük egy hatalmas ismeretlen oltárra az ismeretlent, mintha az jobb lenne, mint az ismeret, vagy az ismerhető. Oké? Okay? Köszönöm. Gyakran tapasztalom azt, hogy a gondolataim elkezdenek zümmögni, és a sztori pörög, és egyszerűen csak, mintha valami forgatókönyv mentén mennék. Gyakran tudatosul is bennem, és akkor megáll. Hogy tudom ezt úgy megállítani, mint mondjuk esetemben tavaly, hogy két hónapig semmi. Két hónapig? Szerencsés ember vagy. Akkor gyere el egy három hónapos elvonulás, és akkor három hónapig. Tehát ne legyél maximalista, ez egy olyan gép, hogy pillanatonként kell újraindítani és megállítani. Igen. Tehát helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés, semmi több. Tehát az intuitív, nonduális, világos tudat az, ami ezt vezérli. Két hónapig nem volt duális gondolkodás, ezt nem hiszem el, de nagyon jó hangzik. Tehát Duma a fejembe. Az, az igen. nem volt. Az nagyon jó. És utána újra kezdődött? Képzelgés sem volt. Az sem Tehát volt. film sem volt. Nagyon jó. Kényszer, ami így jön, és akkor így ráhúzódik a fejem. Nézd meg azt, hogy mikor értek el bizonyos inger csoportok, akár íz, akár szag, akár látás, akár hallás. Ezeken a csatornákon keresztül feldolgozatlan karma elérhet egy olyan kritikus tömeget, hogy elindul a tudatnak egy újabb lefűződése, és akkor jön a duma. Egy újabb réteg kialakul, és elkezd szépen belül beszélni. És hogy alakul ki? Mit tudom én? És hogy tudom elcsípni, elvágni? Pont visszafelé, mint ahogy kialakult. Az azonosulásokkal, úgy mint a lavinat, egy, egy kis hupehely eléri egy kritikus tömeget, elkezd görögni lefelé, és akkor lavina van. Ennek el kell párologni a völgyből, ismét égbe föl, hóesés, és ismét le leesik a hegyen, és amíg nincs lavina, az ott van. Tehát mi az, amit látsz? Mi az, amit hallasz? Mi az, amit gondolsz? Mi az, amit érzel? Mindaddig, ami kritikus tömeget nem ér el, nincs lavina. Nincs azonosulás. Értem. Aztán egy idő után túllettél töltve, nem tudtál nem duálisan reagálni rá, hogy szeretem, nem szeretem, akarom, nem akarom, és mihet a duális motor beindult, abban a pillanatban a belső duma indul. Aztán ez a tömeg elcsitul, lecsökken, és nincs. Elhozzá? Fel kell ismernem, hogy ez tőlem távol áll. Hát az nem elég, vissza kell térni a nem tudhatóhoz, és amikor nem hozod létre, nem tartogatod a múltból, nem akarsz már semmi különöset, nem ragaszkodsz hozzá, nem azonosulsz vele, akkor az szépen elkezd eltűnni. Azért, mert a karma önmagától nem létezik. A karmának nincs öntermészete, hanem a tudatunk teremti. Kivonod belőle a tudati tevékenységet, a karma elkezd eltűnni, és nyomtalanul el tud tűnni. Köszönöm szépen. Szívesen. Én egy olyat szeretnék kérdezni, hogy ö, mostanában ugye, minden fórumon kb. Ö, arról beszél minden spirituális és nem spirituális ö, emberke, hogy jön az ötödik dimenzió, amiben belelépünk, és akkor jön a valhalla, meg mit tudom Mit gondolsz te erről, vagy mi ez az ötödik dimenzió, vagy történik, nem történik. Örömmel jelentettem, hogy fogalmam sincs. És ez a fogalmam sincs annyira jó te. Néha még ez a három is sok. Igen. Hát, amikor ilyen bonyolult karmák vannak jelen a három tér és egy idő dimenzióban, néha az a kívánságom, hogy csináljunk egy kicsit kevesebbet, hogy egy ilyen alaplap szintjén ilyen kis mászkáló folt paca lenne az emberiség, és sokkal kevesebb probléma lenne belőle. Beléptünk ebbe a háromdimenziós térbe, egydimenziós időbe, és ez már így sok, tehát nem kell ebből több. Ez így jó, ahogy van, itt az isteni színjátéknak a színpada, tessék megtalálni a szerepedet és lejátszani. Eredetileg még ez sincs, nemhogy negyedik, ötödik, meg hatodik dimenzió. Úgyhogy akik ebben dolgoznak, dolgozzanak, csinálják, én maradok itt, köszönöm szépen. Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy uh, honnan tudjam, hogy mi a helyes. Uh, így honnan így, tudjam, hogy mi a, a helyes? Biztos volt már ilyen a nemes nyolcszétű ösvényt javaslom, mert ott nyolc ilyen van ott jól ki lehet sakkozni. Helyes elhatározás, helyes felismerés, helyes beszéd, helyes cselekedet, uh -huh. helyes előkifejtés, helyes életvitel. A többit mindig elfelejtem. De ez így, ez így elég. Tehát például, hogy a helyes döntést, hogy hozzam meg, vagy honnan tudjam, hogy valami igaz, előtte vagy Előtte helyes hazugság. meditáció kell. Uh -huh. Lehet, az több is, nem csak nyolc, de a nyolc az kell bele. Tehát a helyes az az, hogy osztatlan és tiszta. Tehát brillián sem a amikor azt mondja, hogy igen, ez a nemes nyolcét ősvény, de hogy mi a helyes, azt ott helyben nem mondom meg, azt talált ki. Tehát az a helyes, amely a szenvedés megszüntetéséhez, boldogsághoz, szeretethez, bölcsességhez és egyebek ilyen pozitív minőségekhez vezet. A helytelen az, amely szenvedéshez és szenvedtetéshez vezet. Tehát mi emberek ebből a szempontból elképesztően megjósolhatóak vagyunk, szeretetkereső és szenvedéskerülő lények vagyunk, és kész. Tehát ami a felébredéshez vezet, mert azért a megvilágosodott tudatnál jobb eszköz nem nagyon van a problémák megoldására, ami a felébredéshez vezet, akkor az tényleg helyes. Ami helytelen, az elvezet mordorba. Tehát a helytelen az bizony szenvedéshez és szenvedtetéshez vezet, és ezt nem szeretnénk. Na, ehhez kell egy nagyon komoly lényegtapasztalat, igazságlátás és helyes működés. De mi van, hogyha valami nem csak fehér vagy fekete, hanem jó hírem van, szinte semmi sem fehér vagy fekete, ez kiderült már a színtudományból is, meg a világ egyéb működéséből is. A helyes az nem duális, tehát ott nem a helyes fehérig kell suvixolni a dolgokat, és akkor a csúnya feketét elvetjük, ez nem ilyen. Ez olyan, hogy hallod, hogy csiripelnek a madarak, hallod, hogy csiripel a tücsök, látod, hogy az ég kék, és ebben a közvetlen tapasztalásban meg tudsz nyugodni, ebben a pillanatban. Most, amikor az érzékszervi csatornák tiszták, akkor a belső tapasztalás is le tud tisztulni, oké? Okay? Tehát tisztán látod a gondolataidat úgy, ahogy azok vannak, az érzelmeidet, a beszédet, az impulzust, az akaratot, a cselekedetet, mindent. Na, ez a helyes. Tehát, hogy például van egy eldöntendő kérdés, és azt vagy, vagy fehérnek látom, vagy feketének, vagy igennek, vagy nemnek. De ezek ilyen nagyon szélsőséges megoldások lehetnek, és van-e középút? Van középút. Vagy, vagy hogy úgy, úgy elfogadni valamit, hogy ez egy középút lehessen? De most elméleti a kérdése. Valami. Tehát az első, az a helyesről szólt, az utolsó kettő pedig egy olyas valamiről, amit csak te tudsz. Azt én nem érintem. Azt te érinted, de érints tiszta tudattal, és hogyha elméleti marad a kérdés, akkor a válasz előbb-utóbb használhatatlan lesz. Jó? Tessék a gyakorlatban szépen újra gyökeret verni, és megtalálni a pillanat tisztaságát, és a látás erősségét. És akkor ezek a kétségek elmennek. Jó? Korábbi beszélgetésünkből megragadt nagyon nálam egy szó a karmaszél. Ö, és, és nem tudok ettől a kifejezéstől szabadulni, mert hogy, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy hogy tudok akár családi, akár csoport Ban úgy működni, vagy egy, egyénileg, hogy, hogy ne gyárt csak újabb és újabb karmát, aminek a szele esetleg viharba megy át. És, Le kell és... vonni a vitorlát. Tehát be kell vonni azt a felületet, amiről egy karma visszapattanhat, vagy ahol erőt fejthet ki. Tehát az énség az a felület, ahol a vágy, ahol a harag, vagy különböző akaratvektorok így mehetnek előre. Tehát ha te kiszállsz a kör közepéről, akkor másoknak a haragja, kabzsisága, téves nézetei nem fognak érinteni. Mert a teret nem lehet megütni. Csak egy felületet lehet megütni. A karma szél, így, egy nagyon fontos ázsiai kifejezés, mert látják azt ugye a gyakorlók, hogy a legfinomabb, szinte érzékelhetetlen impulzusra az ember föláll és kimegy a szobából. Vagy beborul az ég. És akkor egyszer a egyszer ami addig ilyen vígságos, gyönyörű volt, pillanatok alatt elsötétől. És nem látod, hogy mitől. És a szelet sem látod, csak azt látod, hogy mozog a falom. Vagy ha nagyon erős lesz, akkor hajlanak az árbócok. És amelyikre vitorla van kifeszítve, azt a hajót összetörheti. Kisodorhatja a nyílt tengerre, rásodorhatja a zátonyokra, mert nem vonta be az énség vitorláját. És a karmának a szele így tud érvényesülni. Ha te tényleg megmaradsz az eredeti tudatban, mely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, akkor a karmának a szele nem talál felületet, nem tud érvényesülni. És ez önmagadban is fontos, de amikor más emberekkel kell együttműködni, akkor még fontosabb, hogy a projekcióiknak ne adj felületet, mert akkor az ő karmájuk szele fúj téged rossz irányba. Ehhez kell ez a nem mozduló tudat a tiszta térszerű tudat. Onnan tudod, hogy megvan, hogy nincs felület. Látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, de nem azonosulsz, akkor nincs felület. Oké? Okay? Szívesen. A mantra praxisra kapcsolatban kérdezném, hogy azt tapasztalom, hogy amióta gyakorlom, eléggé intenzíven ilyen mm, észrevétlenül tűnnek el belőle olyan minőségek, amik igazából szenvedéshez vagy fájdalomhoz vezetnek. Hibázok, vagy sem? Hogy... Ne ellenőrizd a tudatodat. Ha ellenőrzöd, akkor hibáztál. Minőségek jönnek, mennek, másodlagos. Ne ragaszkodj a minőségekhez, ne engedd, hogy ezek determináljanak téged, és akkor rendben van. De ha ellenőrzöd, hogy Excel tábla van, ilyen különböző színű kis kockák, vagy megvan, nincs meg. Elmúlt még keletkezik. Nem. Ebben a pillanatban mi a fontos? Ki a fontos? Tehát ismét helyzetfelismerés, kapcsolat, cselekvés. És akkor azok a minőségek, amelyek ehhez kellenek, ott vannak. Nem kellenek, nincsenek ott. Nincs rossz vagy jó karma. Helytelen időzítés, az van. Helytelen helyzetfelismerés, az van. Rosszul formált kapcsolat, az van helytelen szándékkal vagy nem látásból elkövetett cselekedet az van, de jó vagy rossz karma az nincs. Úgyhogy ne ellenőrizd a tudatot, tartsd meg tisztán, és a tudattalanod, mely egyébként ez az egész univerzum, abban bőven van hely minden karmának. Rengeteg tér van. Nincs az a semmi baj. Jó? Az egyik darma beszédedben azt válaszoltad, vagy az volt a válaszodban, hogy pofonok az út egyik széle, aztán a másik pofon az út másik széle. Hogy lehet azt felismerni, hogy azok a ténylegesen a szélei, és nem mondjuk inkább azt jelzik, hogy ez nem az én utam, vagy egyáltalán van-e ilyen, hogy... Attól látod, hogy középen más van, középen nem pofon van. Hogy mi, azt te majd megtapasztalod. De a jobb szél az jobbról pofon, a bal szél az balról pofon középpen nincs pofon. Középpen lehet menni. És ezért a középútnak óriási jelentősége van, mert hogyha megnézed mondjuk a tételes vallások többségét, az eltolják az egyik szélre mindig úgy, hogy a másik szelet azt nehogy tudomású kelljen venni, az ott nincs is, meg az ott rossz, meg egyebek, és csak az egyik szélsőség felé toljuk el, és azt vagyunk hajlandóak elismerni. Na, a világhelyzete ezt most nagyon híven tükrözi. Ha megnézed azokat a korszakokat, ahol középúton járt egy társadalom, ott akkor volt középosztály, közjog, közpénz, közjó, soroljam. És hogyha ezek nincsenek, vagy meggyengülnek, akkor biztos, hogy szélsőségekben jár az egész. És az emberek úgy érzik, hogy naponta kapják a pofont jobbról is, balról is. És hogyha van üzenete az ennek a mai társadalmi helyzetre, közel és távol, akkor az az, hogy ennek nem kell így lennie. Lehet középúton járni, amely nem középszerű. Lehet közjót teremteni. Lehet közmegelégedésben élni. Csak ehhez olyan minőségek kellenek, amelyek nem szélsőségesek, nem hipotetikusak, nem illuzórikusak, hanem tisztánlátók. És ez a saját tisztánlátásunkon múlik. Tehát ezt a világot mi teremtjük magunknak és egymásnak amilyen minőségű ez a teremtés, olyan minőségű családban, társadalomban és világban élünk. Én azt kívánom, hogy minél többször találkozhassunk itt, és gyakorolhassuk a darmát, mely által letisztul a látásunk, megfelelően ismerjük fel a helyzetünket, teremtünk kapcsolatot és cselekszünk, és ezáltal a középúton járva elérhetjük a felébredést, és megszabadíthatunk mindenlét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!